70 év tanítás és ugyanennyi díj, ami már önmagában is egy igazán elképesztő eredmény. Ehhez jön még hozzá 3 kórusnak a vezetése és több száz énekes tanítása. És aki mindezekkel büszkélkedhet, az Tillai Aurél, Liszt és Kossuth díjas karnagy. Mai vendégem, tartsanak velünk! Épp a fennállásának 65. évfordulóját ünneplő Pécsi Kamarakórust hallhatjuk a Liceum templomban, és aki vezényel, az a 94. évében járó Tillai Aurél, aki nem csak a jubileum apropóján lépett színpadra. A mai napig ugyanis aktív tagja a csapatnak, de az egyetem kórus, valamint a mecsek kórus vezetése is hosszú évtizedeken keresztül fűződött a nevéhez. Éppen ezért lehetetlen is lenne felsorolni mindazt a fellépést, vagy versenyen, fesztiválon való részvételt, amelyeket a pécsi karnagy tudhat maga mögött. Úgy döntöttünk tehát, hogy műsorunkban inkább azokat a meghatározó pillanatokat, valamint fontos életszakaszokat elevenítjük fel, melyek által talán a legjobban megfogható ez az igencsak irigylésre méltó életút. A zene vagy a genetika teszi ezt, hogy még itt a 90-es éveiben is aktív? Hát szüleim is sokáig éltek. Édesapám 91 volt, amikor meghalt, édesanyám pedig majdnem elérte a 100-at, úgyhogy egy-két hónap volt csak vissza. De hát a zene az, ami elfoglalja az embert egész életén keresztül, és annyi örömet szerez, hogy nyilván megkönnyebbíti az életet. Egyébként hogy bírja ezt a strapát még mindig, hiszen még mindig vezényel? Nem strapának érzem, hanem szórakozásnak. Ez kezdettől fogva így volt, hogy társaság volt számomra, és az, hogy éppen én voltam az élén, az csak a zenei többletből fakadt, hogy én tudtam a többieket vezetni. És hát heti két alkalommal találkozni ezzel a kórussal mindig felüzítő és élvezetes dolog volt. És a rákészülés olyan értelemben, hogy kiválasztani új műveket nagyon sokat jelentett, mert ugye meggondolandó volt, hogy mi az, ami nekem tetszik, és mi az, ami nekik, és mi az, amit elbírnak, ami az ő színvonaluknak megfelelő. Úgyhogy ez betöltötte az életemnek egy jelentős részét. Aztán ugye a másik kórusom, az egyetemi kórus pedig a fiatalokkal hozott össze a későbbiek folyamán is, hát ugye én is fiatalon kezdtem, de hát ő közéjük menni már idősebb korban is azt jelentette, hogy az ember meg kell, hogy újuljon. És akkor hát volt egy harmadik kórusom is egy rövid ideig, az a rövid idő az 2 évtized volt, ez a mecsek kórus, az pedig a hajdani főnökömnek az utódjaként került az én vezetésem alá, de aztán a 3 kórus nehezen bírtam, és akkor hát az egyetemi kórus mellé, illetve egyetemi kórussal tartott tovább a kapcsolatom 1956-tól 2000-ig, tehát 35 éven keresztül, ha jól számolok, és az egyetem és a Pécsi Kamarakórus pedig 58-tól egészen napjainkig. Mikor kezdődött ez a szenvedély, mondta, hogy nagyon fiatalon csöppent bele? Tulajdonképpen diákkoromban én nem énekeltem kórusban. Úgyhogy amikor a hajdani tanárképző főiskolán először kerültem kórusba, annyira meglepetés erejével hatott, és annyira élvezetes dolognak tűnt, hogy amikor először megbíztak azzal, hogy egy kórus művet egy bizonyos hangversenyen én is fiatalként elvezényelhetek, hát ez nagyon nagy örömöt jelentett számomra, és hát benne maradtam tulajdonképpen az egyetemi kórus vezetésében. Idősebb kollégám, akivel együtt kezdtem én, elmaradt ebből, és akkor hát az én kezem alatt vált nevezetessé ez az együttes. Tehát akkor azt mondhatjuk, hogy gyerekkorban még a zene felé nem nagyon kacsingatott. Csak a zongora volt az, ami hát zenét közvetítette számomra,
De zongora óráktól általában mindig féltem, akár csak mondjuk egy latin órától, vagy más iskolai órától, mert ugye valami produkálás volt szükséges, és nem voltam nagyon gyakorlós típus. És hát örültem, ha elmaradt egy óra. Ez azért is érdekes, mert ugye hát oratóriumokat is ír, meg hát több darabot is, tehát akkor a komponálás az mikor kezdődött? Az már diákkoromban, ugyanis cserkész voltam, és előfordult az, hogy néha némi kis többszólamúság kellett a csapaton belül, és akkor hát megismervén a jelesebb zeneszerzőknek az alkotásait, én is valami kis hasonlót kerestem, de elsősorban valamilyen dalnak, valamilyen éneknek, nótának a megharmonizálásából állt tulajdonképpen ez a tevékenység. És hát úgy ösztönösen rá kapcsolódtam, mert ugye a templomba járás azt hozta magával, hogy állandóan orgona szót hallottam, és sokszor oda is álltam az orgonista mögé, és néztem, hogy hogyan működik, és úgy fölém lett bennem, hogyha felnőtt leszek, talán én is kántor lehetek, és hát ez milyen nagyszerű dolog, különböző sípokat megszólaltatni, és regisztereket kapcsolni közben. És hát ezek a harmóniák, ezek úgy belém ivódtak, hogy bizonyos szabályosság már az én harmonizációmban is kezdett kialakulni. Hogy megtudjuk, miféle harmóniára is gondol itt a tanár úr, hallgassunk bele egyik szerzeményébe, a tükemisébe, melyet a tükedíj átadó ünnepség tiszteletére komponált. Ő maga az elismerést 2021-be vehette át. A hosszú évek alatt megszerzett számtalan díjat, talán egy a karnagy életében még meghatározóbb momentum is megelőzte, méghozzá a mester Kodály Zoltán elismerő szavai. Beszélgetésünket tehát most ennek a találkozásnak a történetével folytatjuk. Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy amikor a Pécsi Kamara Kórus fesztiválokat elindítottuk, akkor ketten fölmentünk Kodályhoz a lakására, és kértük, hogy valamit írjon a műsor füzetben, mint első ilyen fesztivál, későbbi verseny megnyitásaként, és akkor hát azt mondta, hogy írjanak ki valamit a műveimből, tehát ezzel nem kíván foglalkozni, de amikor kifelé mentünk, akkor megkérdezte, hogy hát azt a művét, amit a felesége még kamarakórusa énekelt, vajon kiadták-e már? És akkor még hozzátette, hogy ügyes. És hát ez nagyon inspiráló volt, hogy ilyet mond a mester, mert ő nagyon fukar volt a dicséretekben, úgyhogy kicsit szégyellem is magam, hogy ezzel dicsekszem, de hát nyilván egy fiatal embernek ez nagy dolog volt akkor. Hát igen, én is úgy hallottam, hogy Kodály Zoltánnak a Pécset tartózkodása alatt azért elég jókat mondott a pécsi kórusokról. Milyen volt ez a találkozás? Hát... Az első találkozás a színházban volt, amikor Kodálynak egyik legnehezebb művét, a Molnár Annát, mint kezdő karmester vagy kezdő karnagy betanítottam, és előadtuk a mester előtt, és hát jobb utólag látom, hogy nagyon nagy csacsiság volt azzal kezdeni a Kodály előtti szerepléseket, amiből hát öt volt tulajdonképpen nem pályám során, mert a Zeneakadémián is hallott bennünket, meg az akkori Liszterembe, ami Pécsnek a hangversenyterme volt. És hát az apósával ült együtt a Pávolyban, és aki az irodalom tanszéknek volt a tanára, és hát ő másnap mondta nekem, hogy egy igen elismerő szót alkalmazott, amikor hát elhangzott a darab, és másnap, mikor mentek autóval vissza Pestre, akkor érdeklődött utánam. Még azt is kérdezte, hogy hát van-e ilyen község, hogy Tilla, mert hogy Tillainak neveznek, és hát ő nem tudott eljelni, ő mindennel foglalkozott, tehát
ez is érdekelte. Elég sok pécsi kórusnak a neve elhangzott itt az imént. Mi lehet annak az oka, vagy miből fakad, hogy Pécsett a kórusmuzsika ennyire közkedvelt? Hát tulajdonképpen a Székesegyháznak volt egy ilyen fiúvegyes kara, amelyben ugye kisfiúk énekelték a szopránt és az altot, és férfiak énekelték a tenort és a basszust. És hát ott ugye magas szintű nevelése folyt ennek a kórus, főleg a gyermekek esetében a kórusnak, és hát ez ugye egészen magas színvonal volt az országon belül, úgyhogy annak idején, amikor az ostrom után 45-ben Kodály Pécsre került, akkor ennek a kórusnak a karnagyát, a Mayer Ferencet kérdezte meg, hogy nincs-e kedvük előadni az akkor megírt Missa Brevis című művét, és akkor Pécsett volt ennek a bemutatója, tehát ez mutatja, hogy mennyire rangos volt ez az együttes. Aztán hát Agócsi tanár úr, aki Szeráfi kórusnak volt a vezetője, a Ferences templomban vezetett egy énekkart, az is magas színvonalú volt. Aztán akkor kezdte a Bartók Béla kórus is a működését, és akkor hát 45 után, illetve bocsánat, 56 után a Bartók férfi kar megerősödött, aztán megalakult a Hegyi József vezetésével a Mecsek kórus 57-ben, és 58-ban az én kamarakórusom. És hát miután a kamarakórusban általában olyanok jöttek énekelni, akiknek volt valami múltjuk a gimnáziumban, vagy a zeneiskolába jártak hosszabb időn keresztül, akkor ugye az én kórusomban kedvelték meg igazából a régi muzsikát, és akkor már mikor ő belőlük, vagy egyik-másikból énektanár lett, akkor próbálta azokat a módszereket, hangképzési elképzeléseket alkalmazni, amiket hát magasabb szinten a Pécsi Kamarakórusban közösen megvalósítottunk, és akkor ezt tovább vitte a saját együttesébe. És így aztán hát nagyon jó középiskolai kórusok is alakultak, például Szabó Szabolcs vezetésével, a Lővei kórus, akkor Nagy Ernő a Nagylas gimnáziumnak a kórusát vezette, és hát így egyre másra jobban a általános iskolákban is, és a középiskolákban is ezek az énektanárok már magasabb szintre tudták vinni az énektanítást, amit hát részben Agócsi tanárútól, vagy a lányától, Erikától, vagy a dobos Ilka nénitől tanultak, úgyhogy hát ez a sokféle hatás kialakította. És hát úgy látszik, hogy az én időmben nagyon szerették a kórusvezetést, mert az is kell, hogy ne csak szakmát tanuljon valaki, hanem hát azt is megszokja, hogy 60 vagy 40 vagy 30 ember a keze alatt egyöntetően törekedjék arra, hogy valami szépet hozzanak létre. És hát ez nem mindenkinek adatik meg, tehát van olyan, aki ügyes karvezető, de nem tud igazából bánni a rábízottakkal. Más esetben pedig esetleg a folytatja történik, hogy kevésbé jól képzett, de olyan vonzó egyéniség, hogy magával tudja többieket vinni, és együtt tudnak igazából szépen muzsikálni. Tehát akkor ez egy jó karnagynak a titka, akkor valószínűleg önnek is ez a titka. Hát remélem, hogy talán így van. És hát abban az időben volt még egy vonzerő az énekarok számára, hogy külföldre nagyon ritkán ugye emlékezhetünk rá, hogy 3 évenként lehetett csak turista útlevéllel kimenni, vagy még úgysem. És az, hogy a mi énekarunk egy évtized múlva már annyira nevessé vált, hogy kiengedtek bennünket az országból, és ilyen módon vonzerő volt az, hogy beletett, a mi esetünkben beletett Európát járni. És talán nem is volt annyi minden Pécsett, mint ami abban az időben, mint ami azóta kialakult. Bár például a Pécsi Balett az már működött, és volt is olyan esemény, ahol a balett, ami
kórus zenénkkel táncolt. Ez a Villányi Szobor parkban is lezajlott. Aztán itt a Barbakánban volt ilyen, hogy például egy Bach művet énekeltünk, és ők arra táncoltak, ami hát számunkra nagyon furcsa volt, de hát élveztük természetesen. 1930-ban született, azért az egész, majdnem az egész 20. század a háta mögött van. Milyen volt, nehéz volt így az érek között, nevezzük úgy, túlélni, és sikeresnek maradni? Hát tulajdonképpen azoknak volt nehéz, akik kicsit kívül igyekeztek maradni az uralkodó irányzatokon, tehát most a zenére gondolva, hát mindjárt a legelső hangversenyünket nem akarták engedélyezni, mert madrigál estet tartottunk, és azt mondták, hogy a madrigálok azok polgári műfajt jelentenek, és nekünk ugye a szocialista kultúrát kellene ápolnunk. És akkor hát az volt a feltétel, hogy, illetve hát ezt szabták feltételül, hogy utána egy mozgalmi dal estet tartsunk. És hát hiába magyaráztuk, hogy a mozgalmi dal az nem olyan zenei műfaj, amiért bejön a közönség, az az utcára való, akkor ugye nagyon gyakori volt az, hogy a diákságnak ki kellett vonulnia és mozgalmi dalokat énekelni. Úgyhogy a vége az lett, hogy eltávolítottak bennünket a hajdani tiszti klubból, ahol helyet kaptunk, mert hogy egy rossz műfajt visz végbe a kórus. Aztán hát később pedig az egyházi művek nem túl gyakori, de azért időnkénti megszólaltatása is szárkát jelentett a szemünkben is, ebből is sok kellemetlenségünk volt. De aztán a hajdani nevelőházában, ami a Szent István tér 6-ot jelentette, ahol jelenleg azt hiszem ilyen zarándokközpont van, ott működtünk korábban, aztán később átkerültünk a Szent István 17-re, Szent István tér 17-re, éppen itt szembe ülök a házzal, ahol most már három évtizede énekelünk, és akkor hát olyan igazgatót és pedagógus szakszervezeten olyan kurzus kedvelő vezetőkkel találkoztunk, akik nagyon sokszor megvédtek bennünket is. Hát ilyen csoda folytán egyenes maradt a kurzusnak a pályája. Először nem gondoltunk arra, hogy valami nagy dolgot hoznánk létre, hanem arra törekedtünk, hogy valami jó társaság jöjjön össze, amelyik hát nem egészen azt csinálja, amit kívánnának tőle. Aztán miután Pécset megismertek, akkor később országosan is felfigyeltek ránk, és hát eljött az az alkalom, hogy első ízben kerültünk külföldre. Akkor így mondták, hogy a baráti Finnországba, amelyik a semlegessége révén lehetőséget adott jobban a magyar és finn kapcsolatok ápolására. És mindjárt 2 évvel később Korkba jutottunk, Írországba, ami hát az első nagy versenyünk volt, és amit hát meglepő módon nemcsak, hogy megnyertünk, hanem hát talán a legjelentősebb külföldi versenyünké vált, mert azok a kórusok szerepeltek, amelyek más európai versenyeken első díjat nyertek, és hát ide bekerülve, hogy mi nyerjük el az akkor alapított serleget, az egy csodaszámba ment, úgyhogy mondanom sem kell, hogy nagy gaudiummal vettünk részt a serlegből való viszkiivásban, ami ugye azt jelentette, hogy a polgármester után én ihattam, és a kórustagok aztán sorba, és hát nagy örömtáncokat lejtve töltöttük azt az éjszakát. Nem csak a kórusvezetés fontos az életében, hanem a tanárság is, hiszen 70 év? 70 év tanítás. Igen. Melyek voltak a nehéz és melyek voltak a szép pillanatok ebben a hosszú időszakban? Hát tulajdonképpen maga a tanítás az mindig szép pillanatokat jelentett.
amikor bementem órára, akkor mindig vártam valamit ettől az órától, hogy nekem is nyújt valamit. Beülök egy kargyakorlat órára is a volt tanítványom, mert hát akiket ugye még tavaly, meg tavaly előtt tanítottam, megnézem, hogy hogyan ügyködnek, és hogy tudják legyőzni a nehézségeket. És hát aki tanácsot kér, akkor óra után annak mondok néhány mondatot, hogy hogy képzeltem volna. Tehát akkor igazából 2 évvel ezelőtt hagyta abba, közel 90 évesen a tanítást, jól értem? Tulajdonképpen ősszel hagytam abba, tehát ősszel búcsúztattak, vagyis hát 1 évvel ezelőtt hagytam abba, mert hát a nyár az még bizonytalan volt, hogy tovább tanítok-e vagy sem. De hát úgy éreztem, hogy most már nagyon illendő az, hogy távozzam. És akkor mivel pótítja ki ezt az időt? Hát részben ugye a kamarakurzus továbbvitele, ők még kibírnak engem, és hát a rekett hangom ellenére ugye nem nekem kell énekelnem, hanem őnekik. Megmutatni nehezebb, mert ugye a zongorán kell, vagy esetleg valakit megkérek a kurzusból, hogy na énekelje elő, és akkor hát ilyen módon a dolog csak előre halad, de hát könnyebb annak, aki szép hangra rendelkezik, és mindent megmutat, hogy ő hogyan képzeli el a dolgokat. Mivel én magam sem voltam kórustag, arra is kíváncsi voltam, vajon milyen módszerek, illetve rákészülés szükségeltetik ahhoz, hogy egy karnagy a lehető legjobbat hozza ki egy soktagú és nagyon változatos képességekkel rendelkező gárdából. Ez fontos, hogy ugye jó anyagot válogasson össze az ember, amennyire lehet, és hát iskolában is ugye az a cél, hogy énekre már meghallgassa a diákokat, és hogyha az igazgató támogatja az ének tanítást és a kurzus zenét, akkor az ő tekintélyével ez könnyebben indul el, aztán később már a diákok is megszeretik. Eleinte ugye egy plusz munkának tekintik, aztán később észreveszik, hogy egy ilyen kollektív siker az milyen nagy örömet tud szerezni, akár csak mondjuk egy labdajátékot játszó csapat, amelyik hát boldog akkor, hogyha a hálóban megy a labda, és hogyha közös siker révén győznek a végén. Ez hasonló a énekkarnál is. De aztán a következő az, hogy ugye mindenki egy kicsit másképp énekel. Egyiknek kiszól a hangja, a másiknak túlságosan gyenge, a harmadik ügyetlen a ritmusokban, vagy nem énekel elég tisztán, ezeket ki kell egyenlíteni, és a hangokat nevelni kell. Tehát ezt célozza a beéneklés, a hangképzés. Ez azt jelenti, hogy minden kurzusban azzal kezdődik, hogy egy negyed órát, 20 percet közös beénekléssel indítunk el, és hát vannak olyan gyakorlatok, ezek szabad vele dicsekednem, ezek általában azért a zömében az én saját találmányaim, amelyekkel a hangok művelését tudjuk szolgálni. És ezzel egy pillanatra vissza is térnék a pécsi dalos mozgalomhoz, hogy ezeket a gyakorlatokat a résztvevő későbbi énektanárok magukkal vitték, és hát Pécset nagyon sokan használják, sőt országosan is egyik-másik gyakorlat befutott. Úgyhogy éppen Békésben volt egy karnegyi kurzus, amit egy pesti kollégával közösen csináltunk. Őnek volt a karvezető tanítványai, meg nekem, tehát akik arra jelentkeztek, arra a kurzusra. És egyik alkalommal, amikor beénekeltünk, akkor nyílik az ajtó, és a kolléga bedugja a fejét, és azt mondja, ti is ismeritek ezeket a gyakorlatokat? Hát mondom, nem csak ismerjük, hanem nagy részt a tanteremben közösen alakítjuk ki, mert a hallgatókat is felkérem mindenként, hogy bizonyos szövegeket keressenek költők verseiből, amelyek hangképzésre alkalmasak. Tehát például magánhangzó találkozások vannak, vagy például az elhangzónak, vagy az elhangzónak nagyon jelentős szerepe van a hang szépségének a megvalósításában, a kiélelésében, és hát ezeket akkor a hajdani hallgatók is kipróbálhatták, és akkor egy csomó olyan gyakorlat van, ami az én gyakorlatom mellett a hallgatóknak a gyakorlatait is magába foglalja. Ennyi munka mellett jutott-e idő a családra?
Hogy alakult a családi élet? Hát igazság ebben az, hogy az esték nagyon el voltak foglalva. Tehát ugye három kórussal az tulajdonképpen négy napot jelentett, mert két olyan nap volt, ahol két kórussal is próbáltam, ugye az egyetemi kórus az 5-kor kezdődött, a kamara kórus próbája pedig 7-kor, úgyhogy egyik helyre rohantam a másikra, és hát ez azt jelentette, ugye, hogy akkor a gyerekek nem apát este nem nagyon találtak, hát ezt akkor ugye máskor kellett próbálni, pótolni, de hát azért ugye, az igyekezet az megvolt bennem, tehát a nyár kirándul, közös családi kirándulások, otthoni éneklések, aztán ugye az, hogy a gyerekek is zenét tanultak, akkor ugye kicsi a gyerek, az jó, ha a szülő ott áll a háta mögött, akár szó szerint is, és hát ugye azt a kezdeti fél órát, ami gyakorlással kell a gyereknek tölteni, azt ilyenkor az édesapa is ott tölti, tehát ilyenféle segítségnyújtás az apai feladat volt, de természetesen a feleségemmel nagyobb feladatok hárultak, bár ő is énektanár volt, tehát ugye már ő is nyugdíjas, és nagyon jó kórust hozott ő is létre. Tanítványom volt, tehát egyik olyan tanítványom, akivel dicsekedhetem is, mely kórus igényesebb műveket tud énekelni, az kevésbé szívesebben énekel olyanokkal, akik hát a képességeik révén szerényebb műsorral tudnak készülni. Most nem mondom meg, hogy melyik volt ez a kórus. Ezen kívül a műfajok tekintetében is más feladata volt például az egyetemi kórusnak, amelyik hát ugye a továbbképzést vagy egyáltalán a képzést is szolgálta, de igyekeztünk ezzel a kórussal is mindenféle pécsi szereplést elvállalni, tehát ahol úgy helyt kellett egy kórusnak állni, ott az egyetemi kórust is alkalmaztam, hogy tanulják meg azt is, hogy egy szoboravatáson, vagy egy ünnepségen, vagy egy dalos találkozón hely kell majd állni, amikor saját kórust vezetnek. A kamara kórussal pedig olyan műveket lehet énekelni, amelyek felfedezés számba mehettek, tehát akár könyvtárból régi koroknak a zenéjét kikeresgélni, megtalálni olyan 16. századi egyházi műveket vagy madrigálokat, amelyek a zene felvirágzása idején jelentette a tulajdonképpen nagy zenét, vagy éppen modern szerzőknek, mai magyar, vagy esetleg külföldi szerzőknek a darabjait kiválogatni, és azokból mintát mutatni. Azon kívül a pécsi kamara kórussal ugye sok lemez készítettünk, és ezek tematikus lemezek voltak, tehát volt, amelyikben csak Monteverdi volt, vagy csak reneszánsz madrigálok, vagy Kodály utáni nemzedék, vagy éppen Kodályból három lemezt is készítettünk. Tehát ez azt jelentette, hogy élvezet volt megismerni akár egy korszakot, mondjuk a romantikát például, vagy pedig éppen a nagy magyar zeneszerzőknek, Bartóknak és Kodálynak a művészetét. Mai műsorunk zárásaként pedig újra a 65. jubileumi koncertre látogatunk vissza néhány perc erejéig. Köszönjük figyelmüket, a viszontlátásra!